Egy középiskolás diákot gyanúsít a rendőrség azzal a bűncselekménnyel, ami Szolnokon történt. A fiatal négy barátjával indult kocsikázni, egyikük egy tartályból zselés lövedéket kibocsájtó játékfegyvert is magával vitt. Nagyon fontos azt megnézni, hogy a sértett az ugye milyen pozícióban van, mert hogyha ő mondjuk egy jelen esetben egy postás, és dolgozik, és egyenruhában van, akkor ő közfeladatot ellátó személy. És hogyha valaki közfeladatot ellátó személy sérelmére, mint itt most a gyanúsított, valamilyen erőszakos bűncselekményt követ el, akkor a sokkal súlyosabban minősül. Nyilván azt jelen pillanatban a nyomozás jelenlegi szakaszában megállapítani, hogy a nyomozóhatóság ezt minek értékeli, ezt a cselekményt, hogy gyakorlatilag egy játékfegyverrel adtak ki lövéseket, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván, hogyha ez a fegyver alkalmatlan arra, hogy sérülést okozzon, akkor esetleg annak is helye lehet, hogy az eljárás bizony megszüntessék, mert alkalmatlan eszközzel követik el a bűncselekményt, akkor az megszüntető ok, vagy büntethetőséget megszüntető ok, vagy kizáró ok is lehet akár. Tehát nagyon fontos megnézni a körülményeket, nagyon fontos lenne megnézni azt, hogy a nyomozó hatóság az milyen tényállást szeretne megállapítani, tehát a gyanúsításban milyen tényállás szerepel. Ha jól tudom, akkor közfeladatot ellátó személy elleni erőszakban hallgatták ki a gyanúsítottat. Jelen pillanatban nehéz lenne megmondani, hogy ez megáll-e, mert a fegyver játékfegyver volt. Ha jól tudom, akkor a lövedék az ilyen zselatin lövedék. Vélhetően sérülése nem történt a sértetnek. Így nagyon nehéz megmondani, hogy mit tud megállapítani az ügyészség, hogyha ez egy alkalmatlan tárgy volt, és a sértetnek nem volt különösebb sérülése, csak megijedt, akkor bizony ez egy komoly csintevés egy fiatal embernek, de ilyen tényállás a büntető törvénykönyvben nincsen. A megalapozott gyanú szerint a kocsi hátsó ülésén helyett foglaló fiú gondolt egyet, és a leengedett ablakon át több alkalommal hátba lőtt egy munkáját végző kerékpáros postást. Különös védelemben részesülnek a köztisztviselők, vagy esetleg a közfeladatot ellátó személyek, amiben persze beletartoznak a postások is. Természetesen ez a jogszabály, hogyha a postás a munkáját végzi, tehát ez akkor kap védelmet mondjuk egy postás, mert úgy értesültem, hogy több ilyen, talán fővárosunkban több ilyen támadás történt, hogy ha ő dolgozik, és pont a közfeladat ellátása közben van, és így éri támadás, akár egy vagyon elleni, akár egy élettesti épség elleni támadás, akkor nyilván sokkal-sokkal súlyosabban minősülhet, ugye próbálja a jogalkotó védeni a közfeladatot ellátó személyeket, vagy esetleg a rendvédelmi szerveknek a képviselőit, munkatársait, hogy ők különös védelemben részesülnek, pontosan azért, hogy legyen egy visszatartó ereje, hogy őket azért sokkal jobban védje a magyar jogszabály, büntető jogszabály, mint egyébként a civileket. A gyanúsítottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet miatt kihallgatták. A nyomozók a játékfegyvert kutatás során megtalálták és lefoglalták. Szomorú, hogy ilyen történik meg a mai világban, hogy egy ártatlan postás, aki ugye embereknek egy kapocs, ugye viszi a híreket meg a küldeményeket, hogy rá lehet lőni, és tényleg büntetést érdemel, aki ezt megteszi. A fiú elmondta, hogy céltalanul lőtt ki az ablakon, véletlenül találta el a postást. Amikor interneten olvasta, mi történt a postai alkalmazottal, azonnal szólt édesanyjának és önként jelentkezett a rendőrségen.